Egy olyan ügyben teszünk a közvélemény számára is nyilatkozatot önökön keresztül, amely mögött eltűnés miatti éveken át tartó körözési tevékenység áll, és amelynek adatai konkrét emberölés bűncselekmény gyanúját alapozták meg. Még rengeteg munka és feladat vár ránk az ügyben, de a kiemelt média érdeklődés miatt úgy döntöttünk, hogy tájékoztatjuk a nyilvánosságot azon adatokról, amelyek a nyomozás érdekeire tekintettel nem befolyásolják a későbbi felderítést és bizonyítást. Az elmúlt napokban az egyébként stabil közbiztonsági helyzetben lévő Diósjenő településen, főleg a médiában, általában az utca emberére hivatkozással több olyan információ jelent meg, amelyeket tényként közöltek, de valóságtartalmuk nem volt helytálló. Az egyes média hírekkel ellentétben nem találtak sem a környéken lakók, sem a hozzátartozók, sem pedig a házi orvos a területen olyan emberi csontokat, amelyek miatt büntetőjárás kellett volna indítanunk, és ilyet nem is közölhetik a nyomozóhatósággal. Felpróbálom önök előtt feltárni azon körülményeket, amelyek gyakorlatilag a büntetőjárást és a nyomozási cselekményeinket megalapozták. Viszont kérem, hogy a média útján azon személyek, akik ennek az esettel összefüggésben bármilyen információval rendelkeznek, azok bátran tegyenek bejelentést a rendőrségre, akár a 112-es ingyenes telefonszámon is. Tehát tény, hogy a közelmúltban a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatósága a nyomozók elfogtak egy 47 éves diósjenői férfit, aki a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható egy 13 éve eltűnt körözött lány megölésével. A nyomozó hatóságunk 2021 év őszén indított büntetőeljárást, amely eljárásnak előzményét egy körözési eljárás adta, az, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság egy gyermekotthonból származó bejelentés alapján 2009 év elején körözési tevékenységet folytatott egy akkor 14 és 19 éves testvérpár tartózkodási helyének megállapítása céljából. Ezt a körözési eljárást vonta hatáskörbe 2015-ben a helyi szervtől a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság, tehát ez a körözési eljárás, ez az eltűnési eljárás, és vele párhuzamosan mindenféle egyéb tevékenység már 7 éve a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság szerveinél folyik. A körözési eljárás és a nyomozás elrendelését megelőző úgynevezett, de már a büntetőeljárás keretei között megvalósított előkészítő eljárás eredményeképpen az összefüggésekben és a gyanús körülményekben megállapított információk alapján arra lehetett következtetni, hogy a keresett két fiatal lány bűncselekmény áldozatává válhatott. Az elmúlt években a jogszabályok által biztosított lehetőségekkel és Dr. Petőfi Attila rendőrvezérőrnagy, országos főkapitányi biztos, az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatóság kiemelt életellenes ügyek koordinátora, valamint a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ körözési szakirányító főosztályának munkatársaival közösen a körözési tevékenységet folyamatosan folytattuk, és minden olyan információt, amely az elmúlt években a rendőrség tudomására jutott, leellenőriztünk annak érdekében, hogy a tartózkodási hely megállapítását, vagy az esetleges bűncselekmény gyanúhoz vezető megalapozottságot gyakorlatilag meg tudjuk állapítani. Az is tény, hogy rengeteg, nagyon sok információ került a birtokunkba az elmúlt években, a lányok eltűnése, az eltűnés körülményei és az elmúlt időszakban hozzánk érkezett bejelentések kapcsán. Minden információt leellenőriztünk, és minden információt gyakorlatilag elvittünk a végéig, ami azt jelentette, hogy igazából 2021 év őszére jutottunk arra a szintre, hogy bűncselekmény gyanúját tudtunk megállapítani az eltűnésekkel kapcsolatban. El tudom mondani azt a körülményt, hogy mint minden nyomozásban, a körözési eljárásban is gyakorlatilag feltérképezzük az eltűnt személyek személyi körülményeit, szokásait, baráti körét, hozzátartozóit, vagyoni helyzetét. Megállapítható, hogy a testvérpár három testvérével és az édesanyjukkal, valamint nevelő apjukkal 2004 nyarától Diósjenőn 2008 nyaráig egyháztartásban együtt éltek,
amikor is a kiskorú gyermekeket a gyámhatóság gyermekvédelmi intézkedés keretein belül védelembe vette. A gyermekek gyermekotthonokba kerültek. Az elhelyezés alatt és az otthonokból való szökések során is gyakorlatilag diósenői lakcímükre jártak vissza, többször ott előfordultak. A már elrendelt büntetőeljárás során a gyanú rövid időn belül az eltűnt testvérek nevelőapjára terelődött. A nyomozásban beszerzett bizonyítékok láncolata alapján jutottunk el oda, hogy 2022. június 30-án, tehát előző héten csütörtökön, ezt a szemét lakcímén elfogtuk és őrizetbe vettük. Ezt követően másnap gyanúsítottként hallgattuk ki. A gyanúsított nem működik együtt nyomozóhatóságunkkal. A gyanúsított kihallgatásával párhuzamosan, valamint számos tanúkihallgatások mentén Diós Jenő a férfi korábbi tartózkodási helyének udvarán, végrehajtott helyszíni szemle során július 1-én sikerült feltárni egy elrejtett elásott női holttest maradványait, aki feltehetően az eltűntként körözött 19 éves lány, aki adataink alapján emberölés sértettjévé vált. A beszerzett adatok szerint a férfi 2009 márciusában közös lakásukban családi vitát hangos szóváltást követően bántalmazta a lányt, aki ennek következtében a helyszínen elhalálozott. Ezt követően annak érdekében, hogy a felelősségre vonást elkerülje, a holttestet elásta. A nyomozóhatóság a megalapozott gyanút közlését követően, őrizetbe vételt is követően előterjesztést tett az ügyészséggel a letartóztatásra, amelyet a bíróság július 3-án vasárnap elrendelt. Átadom a szót Juhász úrnak. Köszönöm, kérem elindítást. Ahogy igazgató is közölte nekem, hogy a terhet őrizetbevételét követően a letartóztatása megtörtént a Vasárnapi János Bíróság által 2022. július 3-án. Azonban a további szükséges eljárási cselekményeket természetesen szakértők bevonásával egyidejűleg a számos további körülmény adat információ ellenőrzésére vonatkozóan továbbra is végrehajtjuk. Továbbra is annak érdekében folytatjuk ezen eljárási cselekményeket, hogy eltűnt lányok eltűnésének, a sérelmükre elkövetett bűncselekmények körülményének feltárására kerüljenek, az azonosításuk megvalósuljon, amíg elő nem került másik lány hol léte megállapításra kerüljön, ezért a nógrádi rendőrfőkapitányság a helyszíni intézkedéseket és a bizonyítási cselekmények is tovább folytatja ennek érdekében. A jelen pillanatban is erre sor kerítünk, és a továbbiakban is, amennyiben bármilyen olyan cselekmény fölmerül, amiben ennek érdekében eleget tudunk tenni, akkor ezt természetesen soron kívül legyen belőle végre fogjuk hajtani.